Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, ezen a héten Villel, Vaskával és Sankóval támadunk majd. Bill már megkezdte a támadást ugye itt az előző műsorunkban, és még sikerült növelnie itt az auráját egy kiváló segédeszköznek köszönhetően. Ancsi János, rá is gondolatunk egyébként ebből a szempontból. Mielőtt belevágnánk itt az eheti témáig. De jól áll egyébként, neked minden Merci jól beaucoup. Áll. Hát igen. Az a baj. Nem, az a jó. Igazi, igazi marketinges. Abszolút, teljesen. Kicsit ilyen tényleg francia. Vezető, vagy már lehet, hogy szabadúszó. Akarsz róla beszélni? Igen, jó kezd. Nem az a műsor? Abszolút, de egyébként miért ne? Beszéltünk a... Én megmondom, hogy Bencsi... Erről is a parkolás kérdésről, de arról most nem fogom. Azt hittem a hüvelygombáról. De... Arról is. Leveszem, mert hányok. Bencsi Spárdot is eltettük jó helyre. Igen? Mesélj már. Anno. Ja, nem mondhatom ki a céget, mert reklám. Benzintárul. Akkor hát tudom. Alapból van. Orosz? De. Dimitri, de. Maradjunk azt hiszem az Egyesült Államoknál, azért biztos, ami biztos, hiszen fogunk majd beszélni baseball játékosokról, akik nem tudják eltalálni a labdát, amerikai futballistáról, aki jégkoron kaput keresett, be nem talált szintén, meg olyan amerikai futballistáról is, aki régen dobta, most inkább elkapni próbálja majd elméletileg a labdát. De mielőtt mindennek nekivágnánk, nézzük meg, hogy mi volt a múlt heti játékunk kérdése, mert szükségem lesz majd itt a srácoknak a tanácsára vagy tudására is a válaszsal kapcsolatban, mert hogy van természetesen nyertesünk ezen a héten is. Nézzük is meg, hogy mi volt a válasz, amit a legjobbnak ítértünk. Ki a legnagyobb hisztigép? Pognár Gábor szerint Galuska, mert 68 évesen az a baj, hogy milyen zene szól egy NHL meccsen, és ha ezzel a kommenttel sem nyerek, akkor meg én leszek. Gábornak üzenjük, hogy nyert. Galuska saját állítása szerint 23 évet kell még várni arra, hogy ezt a díjat át is adjuk. Majd nem tudom, ti mit tudtok, hogy akkor lesz, hogy valóban 68, vagy kicsit kevesebb időt kell akkor elvenni. Lesz. Nem, szerintem akkor igen. Akkor azt szerintem az reális. Kinézetre reális. Napra pontosan. Engem meglep, hogy a Galuska idősebb nálam, de igen. De ki számolja? Olyan jó formában van. Bíztam benne, hogy ennél azért kicsit majd... Marjuk jobban? Szerettem volna. De állítólag Vaska kap egy ezres adás után már... Mióta elkezdődött neki a harmadik fél idő az életében, azóta kicsit napról napra fiatalodik, ugye? Hát ez... Akkor tényleg nem martuk meg. Hát én nem ezt láttam most majd, az nem ide. Nézzük akkor az eheti kérdésünket, mert annak a témája is természetesen majd. Egyébként a Galuska tényleg nagyon tud háborogni, szerintem egy igazán jó háborgó. Igen. Abszolút. Igen. Na bocsánat. Van nála jobb háborgó? Nála jobb háborgó? Igen. Ül szerintem... még abban az irodában egy ember. Ugye? Igen. Én is úgy gondolom. Csak hátrébb egy picivel. Nem tudom, hogy ez volt a legrosszabb dolog, amivel Galust valaha csúfolták, de akkor... Titeket mi volt a legkeményebb dolog, amivel ilyen módon megtaláltak, akár nézőtérről, akár más helyzetben? Pályán is basztottak, tehát hogy teljesen benne volt. Nem tudsz futni, öreg vagy, simán nem vagy odavaló, mit csinálsz, ne holdingolj, és valaki a hátán volt, tehát ez jó volt. Büntetés. Téged ezeken nem nagyon lehetett megtalálni, nem? Ja, de. Te találtad meg a közönséget. Megtalálni megtaláltak, csak nem annyira érdekel. Bármi csúnyát mond, én azért mondom, hogy ez engem nem zavart annyira, hogy bármi olyan dolog megtalálták, amit 3000-en üvöltek el, buzikanya. Oda mentem, és kérdez anyádat, lányát. Csak utána nyilvánvaló, hogy ez kivált egy újabb reakciót, ami a következő mérkőzésen megint lesz. És akkor ez úgy... Nem bizonyítottam? A plexil. Szóval ez egy jó dolog szerintem, ha egyáltalán valaki, szerintem ez hiányzik a magyar csapatsportokból most különben, hogy kevesebb az a fékegyem, kevesebb lehet szidni. Azt mondja, kevesebb édesanyja csuklik. Nem, hanem tényleg, hogy így elvesztek azok a fajta, például Szolnok kosárt, ami Szolnok az egy ilyen hát az egy borzalmas hely volt, meg... Hát ott azért az elmúlt napokban azért igen, volt pitputy, gyújtogató hangulatú edzői Facebook posztok ment, igen. Meg másfél méter távolság a közönségben. Néztem a meccset, de mondom, belenézek egy picit, és úrvány, ez mikor ez, ami régi? Most van. Zsíd. Azt látom, hogy filmeztelem feket, mindenkit meg akarnak kövön, és látom, jó, most nem tudom, mindent eldöntődik. Visszatértek. Az Egyesült Államokban ekkora érzelmeket azért nem váltottak ki a szurkolókból, az utóbbi hetekben egyre gyakrabban látott no-hitterek, olyannyira nem, hogy már vannak, akik abszolút visszavárják a korábbi helyzetet. Többek között például a dobó kis Clayton Kershaw az egyik legjobb ebből a szempontból, és ő saját maga is csatlakozott azokhoz, akik azt mondják, hogy jó dolog ez a no-hitter, meg persze nyilván örül az ember, amikor megcsípi, de amikor már ennyit látnak belőle egy szezonban, pláne ilyen rövid idő alatt, akkor azért az kezdi egy kicsit elveszíteni az értékét. Te hogy ezzel, Sankó, mert nyilván nekünk jó lenne, ha legalább már a mi közvetítésünkben látnánk egy ilyet, hogy elmondhassuk, hogy volt egy no-hitterünk, de egyébként meg... Sport TV történelmi atlaszába bekerülhetne. Őszintén megmondom, hogy
Én nagyon, nagyon vegyes állásponton vagyok, mert én nagyon szeretem a no-hittereket is, de azt is nagyon, az, hogy ennyi van belőle, és az, hogy tulajdonképpen is nem bántani a dobókat, de hogy no-name dobók dobják ezeket, hogy hozzák ezeket össze, inkább az a meglepő. Nem, nem akarom bántani őket, no-name dobók. De tényleg! De nem akarom bántani őket, de senkik, érted? Senkik is dobják a no-hittereket. John Turnbull, tehát hogy ha mondtál volna, mondjuk, hogy ebbe a szezonban legyen mondjuk, nem tudom mennyi lesz majd még a az alapszakaszban legyen mondjuk 8, és a 8-ból nincs egy olyan nagy kvalitású dobó, akitől várhatják, vagy Cy Young Award-os... Kluber talán ebből a kategóriából azért. Hát ő visszatért, neki nagyon úgy volt, hogy ez egy do or die szezonja, és akkor, hogyha nem tud bizonyítani, akkor valószínűleg lapátra tették volna, tehát neki azért... Én nagyon örülök, hogy ő például neki sikerült, de ő sem... Hát nem az elitbe, nem most nem lehet, Scherzer, nem így, Strasbourg. És most nem tartozik az elitbe. Tehát, hogy ezzel talán megint egy pici lépést tett ahhoz, hogy oda kerüljön, de valahogy nem tőle várja az ember. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ugyanúgy a baseballnak a része, az, hogy nem volt ennyi, lesz még ennyi, lesz-e valaha ilyen, fognak-e változatni a szabályokon ezért. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segítene az, hogy ne legyen shift. Tehát itt továbbra sem azt mondom, hogy a dobók ennyire jók, mert nem 27 strikeoutot látunk egy meccsen, hanem egy pokolian jó védekezés. Tehát, hogy igen, a statisztikák miatt tudják, hogy 90%-os valószínűsége hova fog ütni, és ott beállítják oda a shiftet, és onnan pedig megcsinálják az autókat. Ha ezt nem csinálhatnák meg az infielden a játékos, vagy akár az outfielden, lényegesen több hit lenne a mérkőzés, és nem kevesebb no-hitter. Tehát ez például egy olyan változás, és valószínűleg több pont. Tehát ha több futó van a bázisokon, akkor több pont lenne, de ha több pont van, akkor valószínűleg hosszabb a meccs, és ez megint ellentmond annak, hogy rövidebb meccseket akar a Major League. Szóval nagyon nehéz olyan szabályokat hozni, hogy mindenkinek megfeleljenek, rövidebb legyen a játékidő, ne legyen annyi no-hitter, több ütést legyen, és még sorolhatnám. Nem lehet mindenkinek jót tenni. Labdáknak a szerep, ugye minimálisan puhábbak lettek, ugye erre. Tavaly kezdték el, igen. Hát tavaly tesztelték, és akkor idén behozták, de hogy mennyivel lettek puhábbak, hát ez kicsit olyan, mint a defülgéttel az NFL-ben, hogy nem tudom hány bár, de úgy, itt nem fújják levegővel. Itt nem fújják levegővel, de hogy attól még el lehet találni. Az, hogy nem megy olyan jól az ütőről, nem, szerintem nem ehhez van köze. És a másik, hogyha ennyire akarják erősíteni azt, hogy a dobók ennyivel jobbak legyenek, közben pedig a nézők azt tették, hogy minél több ütés, minél több pont van a pályán, akkor nem értem. Tehát akkor pont kontraproduktív, amit csinálnak. Tehát, hogy ők se tudják, hogy mit akarnak, nem tudják, hogy mi a jó. Hagyományos, tradicionális sportból kivenni a sava borsát. Azt kéne csinálni, mint amikor én voltam régen, egy valamilyen táborban, angol nyelvi táborban voltam, és volt Kevin, aki Amerikából jött, és megtanított minket baseballozni kézilabdával. Azt könnyebben eltalálni. Ennyi. Csak másod repül. De tényleg. Milyen tábor? Mit fog mondani? Én mondom, angol táborban voltam. Nyelvi tábor, ugye? Akkor Kevin mondta, én azt hittem, hogy ezt esetleg beszélünk. Zenetáborban. Egyszer a zenetáborban. Jó irányba fogunk itt még haladni szerintem a későbbiekben is ezzel kapcsolatban, főleg, hogyha elővesszük Rob Gronkowski ütőjét, mert hogy ő is szeretne. Főleg, hogyha elővesszük, igen. Több ütőjét látni, meg tapasztalni. Három is. Maga elmondta. Ugye ő korábban gyerekként jégkorongozott, és ezt igyekezett bizonyítani is volt, most. Nem? Látszott a képeken, hogy rég abszolút, volt. Láttátok a videót, gondolom. Igen. Művészi minőség is, meg az ő megoldása is a pályán. Egyrészt már, amikor ő saját maga próbált ugye a kapura veszélyes lenni, aztán meg amikor ő is beállt és felhúzta a kapus cuccot. Én azért annak örülök, hogy nem vették le a porondról, mert azért vannak olyan szabályok az NFL-ben, meg olyan szerződéskitételek, hogy nem mehet olyan sport közelébe, ahol megsérülhet. Hát de itt különben mindenki az édesapja volt óriási hokifan, vagy az édesapja most is óriási hokifan, és mindenképp azt akarta, hogy hokizzanak. És nyomta elég erősen a három gyereket, és az egyikük hokizott is. De itt először felöltözött játékosnak, és utána beöltözött kapusnak. És szórakoztak vele az elején, úgy Vasilevski úgy lövöldözött neki, emelgetett a másik kapus, és akkor elkezdte mondani, hogy jó, de lőjetek már olyan normálisan, nagyot, és elkezdtek lövöldözni neki ilyen keresztkapásokat, meg megfogja. És én voltam, hú, mondom, várjál, mert lövöldözték ide neki a nyaka mellé, nem tudták, mert derekáig ér a kapu. Nem. És le se hajolt. Mekkora, le se hajolt. Óriási. Igen, a stílus az kicsit tényleg ez a klasszikus valaki, stand-up kategória. Azért valaki, igen, és ha nézed, hogy oda nyakhoz ide a kulcsot, az azért befér a koronka, éppen rosszul tartozott. Ez volt a legjobb, amikor elkezdett bunyózni. Szerintem ez volt a legjobb.
Ja. Szóval egy kicsit mondom, azért beválasztás. A méretek nem segítenek. Volt egy olyan Sport Science régen, amikor egy szumó birkozót állítottak be a kapuba, és egy tapasztalt, meg jól célzó kis szanaszét lőtte, tehát hogy hiába töltött ki. A hoki kapu, mondjuk itt előttünk pont remek a példa, hogy amikor az ember tévében nézi, olyan kicsinek tűnik, meg nem fér be a korong, amikor beállsz, akkor meg horror, ugye amikor voltunk Torontóban, akkor Csabival elmentünk a hoki hírességek csarnokába, és ott lőttek nekünk kapura. Esélytelen. Esélytelen. Azt tényleg abba kell belenőni, tényleg 10 éves korodban, és akkor a szemed valami más felbontásra átáll. Úgyhogy egyébként meg úgy volt megcsinálva a fal, hogy egy LED fal volt, és voltak rajta lyukak, és amikor ment a videó, tehát tudtad, hogy odaért a fickónak a keze a LED falhoz, amelyik lyukból jött a korong, úgyis. Felvettük ilyen lassítós kamerával, és így álltál, lement a korong. Mi áll furcsábban, Gronkowskinak a kapus cucc, vagy Tim Tebownak majd a tight end pozíció, ha egyáltalán játszani fog, és nem csak edzés közben próbálhatja ki magát a Jaguarsnál? Nem tudom, biztos voltak más sportákban ilyen, és ilyenek, hogy valaki elmegy valahova csak azért, mert van neve, de hogy igazából fog-e játszani, de rákerül-e majd a rosterre, mert ugye most csak arról tudjuk, hogy egy éves szerződés írtak alá, de hogy ténylegesen lesz-e ő kezdőjátékos valaha, vagy felkerül a csapatba, nem tudjuk. Most már azért benne van a korban is, nem? Hát mondjuk szerintem az, hogy ő konzerválta a baseball egy kicsit, és nem sérült meg az amerikai foci pályát, szerintem az egyébként, de egyébként benne van a korban. De hogy Jerry Rice-nak volt egy ilyen levezetése, amikor 4 évet töltött a Raidersben, és utána utolsó évre átment Seattle-be 2004-ben, és még, de akkor is jól játszott 42 évesen. Én Tibónál egyetemen zseni volt, nagyon szerették, imádták, Tibóink, tudjátok. De az, hogy most átment Titanbe, értem, hogy valószínűleg a Jaguarsnek volt egy lyuk a Titan pozíción, de ez sokkal inkább arról szól, hogy pénz, merchandise, jönnek ki a szurkolók, de kívánom, hogy ne így legyen, és játszon nagyon jól, és találja meg a számítását, és még hosszú szerződése legyen, de... De bocsánat, ez kicsit nem olyan tényleg, mint hogyha kapusból csinálnánk középpályást. De ettől függetlenül attól, hogy valaki jó vagy közepes irányító, egyetemi szinten jó, NFL közepes irányító, attól még lehet nagyon jó keze. Tehát attól, hogy a rútokat meg tudja tanulni, az, hogy a lába megvan-e hozzá, meg hogy bírja az ütést, azt meg meglátjuk, mert azért teljesen más irányítóként, amikor látod, hogy szembe hogy jönnek veled, hogy hátulról rádugranak, vagy amikor elkapod a labdát, beérsz a forgalomba és szétkaszálnak. Ez nem rossz üzenet? Ez marketing, szerintem. Azt, hasonló hogy... ilyen marketing jellegű igazolások bármilyen sportákból eszetekbe jutnak, anélkül, hogy a Real Madridot szóba hoznánk? Én lettem volna. Elkövök egy ilyen magas. Nem, sokkal hasonlóbb. Én nem. Szerintem ez így, ez az eset, ez valami egészen... Életlen. 23. szurkoló, aki befizeti magát kb. Nyilván azért ez ki van sarkítva, de kosárlabdában én nem tudnám. Én kicsit a kosárlabdában mostanában Isaiah Thomas-t érzem ennek, aki ugye nagyon pici, és volt egy fantasztikus éve a Celticsnél, és most már a harmadik-negyedik helyen derül ki, hogy az ő magasságával, az ő hatékonyságával nem lehet, viszont az mindig hír, hogyha Isaiah Thomas nálad játszik 5-10 napot, úgyhogy nekem ez ugrik be. Abszolút. Tehát azért a tight end azért egy brutálisan épített csáv, ugye egy fél úton van felépítésben az elkapó, meg a falember. Azért... Hát, nézzük meg Gronkowskit, ha már láttak itt igen, a videóban. Pontosan, pontosan. Mi van az a híres, hogy remember the tight end? Nem tudom, az a nagyobb, hogy mindent vitt. Próbáltam rögést. Szóval az a nagyon furcsa, hogy ha sportértéket keresünk benne, mondom, én kívánom, hogy összejön, de ha marketinget, akkor meg tökre értem. Mennyi esélye van annak, hogy valaki 4 évig nem lát közelről tojásfocit, és... Van az több is. Oké, akkor akkor deplálj. Egy ilyen pozícióban úgy, hogy azért évről évre ez a sportág is fejlődik, gyorsul, és nem nagyon játszott, tehát a sikereit sem ezen a területen ért el, és hogyha a sikereit kéne felsorolnunk, arra azért nem kéne egy trash talk, tehát hogy azért egy 5 percben mindent elmondunk róla, hány jó meccse volt, szóval igen, ez egyértelműen szerintem is arról szól, hogy marketing. Fog ezért valaki Tibó meszt venni? Persze, hát tudod mennyi? Tibó miatt biztos. Hát, igazából szerintem az egyetemi sója, amit ő lerendezett, az szerintem az elkísérte az NFL-ben, óriási várakozás kísérte, nagyon szerették az egyetemen, ráadásul igazából nekünk nem derült, egy borzasztó, alázatos fickó, aki mindent megtett, ráadásul istenhívő, ez is még nagyon tett azt a Tibóink, hogy letérdelek, és tehát ez mind, ha nem volt felépítve, akkor tök jó, ha fel volt építve, akkor kicsit ilyen álságos, de
De kívánom neki. Tehát az, hogy megpróbálta a baseballt, igen, ott se jött össze annyira, de megpróbálta. Tehát mindig ez a... Futottak még, mindent megpróbálok, de valahogy mégsem. Szerintem a Jaguarsnél azért látták tavaly a Minshew, amikor bejött a kis szuperbajszával. Hogy... nagyon menő volt szerintem. Igen, de hogy mennyit tud dobni egy csapat népszerűségén, merchandisingon, social media követésben. Ideig fel lehet tartani, de aztán utána majd nagyon hamar egy ilyen... Igen, meddig lehet a csapatnak a gyengeségét ezzel kompenzálni? Ezt nem tudom, a tulajdonos tudja. És addig megy a szekér, addig hogy menjen. Erre a kérdésre a választ csak majd valamikor a következő szezon folyamán fogjuk megkapni, mi viszont egy kis szünetet követően majd az NBA és az NHL rájátszásával folytatjuk. Folytassuk az NBA rájátszásával első körben, meg első körben a Denver-Portland párharccal, amelyben láttuk már szorosabb, meg kevésbé szoros végeredményű mérkőzést is, meg sok-sok technikait is. Minek köszönhető mindez, és mitől ilyen? Mert egy rájátszás párharc egyébként is azért parancs kell, hogy legyen. Ha végignézünk egyébként az összesen, akkor azért bőven látunk erre utaló jeleket máshol, és itt azért... Hát erre a trash talk kompatibilis válaszom az, hogy a legtöbb párharcban a pályában 10 játékos, meg 3 hülye. Tehát, hogy nem engedik a srácokat játszani, nagyon szigorú a síp, 60 büntetős meccseket néztünk a múltkor éppen tán a Lakers, meg a Suns második összecsapásán. Anthony Davis összeráncolta a szemöldökét, amit egyben ő, úgyhogy ez neki különösen könnyű. Már ment a vonalra, 21 büntetőt dobott, úgyhogy ezeknek a nagy része ilyen piszticsáré falt volt. Például pont a Denver-Portlanden egy picit indokolatlan is volt, és ott nagyon arról szólt, hogy a játékvezetők meg akartak fékezni valamit, amire nem volt igazából szükség, mert maga a párharc szerintem ezt nem feltétlenül indokolja. Baromira érdekes, hogy sportágakon át mennyire változik mondjuk a bírói hozzáállás, mert hogyha megnézzük, hogy az NHL-ben, meg egyáltalán a jégkorongban, amikor a playoff megindul, hogy akkor azért kicsit hátra lépnek, és akkor azért lehet keményebben, hogy több mindent megengednek a játékosoknak. Nyilván ugye a playoffban például a verekedéseknek a száma az kevesebb, de a kicsit megfordul, mert régebben sokkal jobban lehetett látni, hogy megfordul a playoffra, hogy akkor tényleg, mint hogyha egy más sportot néznél, olyan pofonok, olyan 200 méterre repülnek be, és nyilván a szándékosság teljes kizárásával, de azt mondja az ember, hogy ú, de jó lenne. Ez egész évben pedig akkor ember előny, ember hát, ám mindenért tulajdonképpen fújnak. De amióta az NFL ráfeküdt erre a jó pár évvel ezelőtt az agyrázkodásos dolgokra, az megváltoztatta a hokiba is különben ezeket a szabályrendszereket, így átíródtak az etikai dolgok is, meg minden. A kosárban szerintem ott annyira nincs ez a... Én régen sok jobban szerettem a kosarat pont ezért, mert az, hogy könyökölnek, meg azért ott olyan fizikum kellett az elzárás, meg az a palánk alatt, néha tényleg verekedtek a pozíciókért. Most meg ilyen szép, kicsit olyan videójáték jellege lett. A hoki, mondom, nem vonom ki a hokit, ugyanez. Tehát a playoff igen más, de különben néha nézem, hogy ez tényleg az NHL? Az NBA kicsit kezd arra játékra hasonlítani, ezt Magyarországon nem annyira játszák, amikor fel van ragasztva talán egy disznónak a képe, és ilyen csukott szemmel kell felragaszgatni rá a különböző részeit, és akkor leveszed a kötést a szemedről, akkor meglátod, hogy milyen szörnyszülöttet teremtettél. És hogy az NBA-ben is az történik, hogy az egyik oldalról egyre szigorúbbak, minden apróság már falt, a túloldalról meg nem hajlandók bevezetni a sportszerűtlen hiba intézményét, és simán, ami Európában évek óta tökéletesen működik, és nekem régóta meggyőződésem, hogy ez csak ilyen kivagyiság miatt, mert nehogy már átvegyünk életünkben valamit Európából, az tök oké, hogy egy zicserre törő játékost hátulról átölelnek. Az intelligensebbje lekíséri a földre, de akkor is full sérülés veszélyes, és hogy nem állnak meg, hogy figyelj, ott azt el kéne kezdeni komolyabban szankcionálni, mert sérülés veszélyes, és nem fair az, hogy én egy full nem kosárlabdajátékkal valakit megállítok, és utána két büntető, és Európában ugyanakkor a labdát is visszakapja. A túloldalon meg ennyiket befújnak, ugye a triplák a másik agycicám, hogy az történt, hogy a játékosok elkezdtek nagyon vadászni a triplánál a faltokat, és beakasztották a védő kezébe a saját kezüket, és rádobták, és mentek háromszor büntetőt dobni. Harden!
Harden például, igen, Kevin Durant, régebben akár még Ginobili is ebben volt kifejezetten híres, és most az történik, hogy az összes ilyen típusú lendületgyűjtést, amikor a labda még nálad van, de a földön vagy, azt akár tripla kísérlet, akár nem, nem kapsz érte dobást. Tehát, hogy most már azokat is büntetik, akik egyébként tényleg följönnek és beleállnak, mert szóval, hogy ott meg kéne állni, megnézni ezt a hülye malacot, hogy mit raktunk össze, és akkor kitalálni azt, hogy figyelj, ezt ne, ezt igen, mert hogy nagyon sokszor olyan harmadik negyedeink voltak, talán a Portland meccsen is, és volt még egy, ahol 3-4, 34-35 percig tartott egy negyed, mert állandóan büntetőket dobtak a csapatok, erre a kutya nem kíváncsi. Mi a helyzet a Lakers-szel, amelynek, mint hogyha a Chris Paul vállára is szüksége lett volna egy Suns elleni győzelemhez, meg arra is, hogy kicsit meggörbítsék LeBron James kedvéért a karantén szabályokat? Hát LeBron James azért mostanában párszor átcsúszik a limbo léc alatt úgy, hogy más már leverte volna. Az első ugye az volt, amikor ugye kiírta annak a rendőrnek a fényképével, hogy you're next, he's next talán, és ugye ez a számon kérhetőség, aki teljesen egy legális rendőri intézkedésnél nem volt más választása, le kellett lőnie egy fekete, hát nevezzük bűnelkövetőnek szerintem. Utána elmegy a tequila brandjének a nyitóbuliára, és neki nem számít, neki nem kell. Úgy, hogy előtte azért ugye egy-két héttel még az volt a hír, hogy ő nincs beoltva sem. Állítólag most már azóta beoltották, de ezek ilyen városi legendák. LeBron James, most ugye majd fogunk beszélni egy ügyletről még, ismét megnyilvánult. Ha nem lenne csak 37-38 éves, azt mondanám, hogy meghűlt, de hogy az elmúlt egy-két évben nagyon sok bénaságot csinál kommunikációs szempontból, és a pályán is egy hisztérika lett. Tehát, hogy amiket összeszínészkedik, hát jönnek ki a mémek, hogy a baseball játékos, akinek lebontották az arcát, 33 másodpercen belül lábon pályán volt. Vagy igen, akkor a Jaguars, vagy nem tudom, kinek volt az irányítója, akinek minden elszakadt és felállt. Ő meg egy kosárlabda mozdulat után, nem tudom, 90 másodpercet fetreng, úgyhogy LeBron Jamesnek nincsen most jó időszaka, viszont meg tudták venni a Phoenix Suns, többek között annak köszönhetően, hogy Chris Paulnak valóban a válla nem engedte azt, hogy pályára lépjen, és nagyon sokáig kitartottak, és a csere irányító Cameron Payne kiválóan játszott, de amikor visszahozták a meccset a negyedik negyed közepén a Phoenixben, és kellett volna egy olyan ember, aki azt mondja, hogy mindenki nyugodjon le a csába, és akkor mondom a következő öt játékunk hogy néz ki, akkor náluk úgy nézett, hogy eladták a labdát, hülye dobás, eladták a labdát, a Lakersnél meg LeBron James, meg Anthony Davis meg dobta a triplát, dobta a kettest, dobta a clutch playeket, úgyhogy ki tudott egyenlíteni a Lakers, és hát kvázi elvitte a Phoenix hazai pályáját. Meddig nyújtózkodhat egy liga akkor, amikor egy kicsit védeni is akarja talán a legmarketingképesebb arcát, vagy a legjelentősebb arcát? Mert azért ez a bulizós, visszaengedjük, mégis játszhat, hogy ne játszhatna, de hogy szeged meg bármilyen szabályt, azért az elég erőteljesen ebbe az irányba mutat. Szerintem nem kéne, hogy a liga megvédje. Ő meg tudja magát védeni a pályán, szerintem ez pont arról szól, mint a bírózásnál is, hogy hagyják ezeket a srácokat játszani. És ha látunk egy ilyet, én azt gondolom, hogy a közönség, meg a nézők, meg a szurkolók eldöntik róla, hogy ő mennyire színész, mennyire nem színész, és neki meg magához kellene kapnia, hogy... Bocsi, most erre a covidos dologra gondolok, hogy elmegy a saját buliára, aztán ugyanúgy játszik, mint hogyha... Ezt meg nem tudjuk. Tehát, hogy sok feltételezés van. Nem tudom megmondani, ha ennyire felelőtlen, az megint az ő baja. De hogy az, hogy megengedheti magának, az egy nagyon rossz üzenet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a ligának nem tudom, hogy kell lépnie, ha igen, akkor már jóval korábban meg kellett volna lépnie, én azt gondolom, akár kommunikáció szinten, akár más szinten is. Ha jól tudom, akkor most ilyen 80% körül vannak a ligának a beoltottságai, de mindegy ligára, minden major ligára vonatkozóan, de továbbra sincs egyértelmű üzenet arról, hogy LeBron James például oltva van-e. De akkor miért nem tesz semmit a liga? Tehát, hogy ha már tényleg ilyen, nem tudom, államszinten azt mondják, hogy már ösztöndíjakat osztogatnak azért, hogyha beoltatod magad, mert van ilyen, akkor ezt nem lehet megkérni tényleg játékosok, mutasd példát. Figyelj, elég fontos volt szerintem. Az NBA-nek, azt gondolom, hogy a Lakers ne essen ki egyébként a play-inből, megnyerték a meccset Ferenc Kver a Warriors ellen, de most mégiscsak itt vagyunk négyen, nem tudom, mindenki be van már oltva? Igen, részben. A papam a másodika. Igen, mégis megdugják az orrunkat, mielőtt feljövünk, és így jövünk ide, és így kezdjük el az adást. Tehát, hogy LeBron Jamesnek sem kellene, mert hogy ő sok szempontból példakép, és ő eddig valóban az volt,
Most pedig egy ilyen kicsit kezd a Muppet Show-ban az öregre hasonlítani, csak nincsen még haverja, aki Waldorf aki és Statler. Igen, ott az a így, kapuzárási pánik, tudom. A pályán? Nem. Lassan vesz egy piros kabriót, igen. Tehát, hogy egyfajta, annyi mindent fölépített, és lehetett rá mondani mindenféle jót és rosszat. Ezek a sztorik azért egy kicsit így, szerintem a ligát is így, a liga neve után oda dobnak egy kérdőjelet, hogy oké, van valami szabályzatunk, de akkor rá vonatkozik, vagy nem vonatkozik, és akkor nyilván látod, hogy nem vonatkozik. Most földobáljuk a kérdéseket, hogy ilyen bulira megy, be van oltva, nincs beoltva. Hát azért ezt valamilyen módon kommunikálni kéne szabályozni. Nyilván a többi játékosra ez vonatkozik. Rá látjuk, hogy nem vonatkozik, akárki akármit mond. Hát, és hogy meg ködösítés van, vissza, az a baj, hogy... Hol fog ez... Értem, hogy a marketing, meg ami bejön pénz, azért átírja a szabályzatot, de kicsit ugye azt mondtam, hogy a Baska, egyetértek vele, hogy átment a limbó léca, a átcsúszott. Átcsúszott, szóval szerintem is már... Hát ha csinál saját ligát magának, akkor persze, bármi csinál. Csináljunk egy egykörös kőpapírollót, és ha nyerek, akkor szó szerint teszed fel a kérdést az adásmenetből. Na, gyerünk! Kőpapírolló! 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 Eddig megnéztem. Gyerek, még tudod. Viszont akkor inkább fogalmazunk. Fiatalság valahogy, ollót mutat. Az NHL rájátszásával az Edmonton Oilersnek minden esetre sikerült leverni a lécet rögtön az első próbálkozásnál, ami azt jelenti, hogy hát Connor McDavidet talán nem nevezük feltétlenül még a liga arcának, de biztos, hogy az lesz nagyon rövid időn belül. Az Edmonton Oilersnél egyértelműen a legfontosabb figura, és hát neki se nagyon van akkor olyan társa ebből a szempontból, akit lehetne hozzá hasonlítani, sőt, hát azt látjuk, hogy a csapat kevésnek bizonyult már itt az első körben, és akkor is elestek ki a Winnipeggel szemben. Meddig mehet ez az Oilersnél? Hát akkor két dolog. Az első, a liga arca, lesz a liga arca. Az, hogy milyen játékos, ez egy dolog, hogy egy ligának az arca tud-e lenni, LeBron. Azért az kétség, és a személyiség mikor miatt. Mikor volt szerint Gyoko. Az NHL-nek utoljára arca? Fú. Az a fogatlan Ovechkin, nem? Szerintem Ovechkin előtte meg Gretzky, tehát hogy... Gretzky lémi nem ő, igen, az... Inkább a régebbiek. De, hogy... Inkább a régebbiek. A fiatalabbaknál nem nagyon, akire rá lehet ezeket. Ilyen párok rátették, orosz-amerikai, tudod, ilyen. Vagy kanadai, észak-amerikai. Ezekre de így összességében, ahhoz azért sok minden kell, hogy te arca legyen a ligának. McDavidben nézd meg, nem olyan a személyiség. Szerintem a játék az pedig szinte átugrott a szintet. Tehát ő sokkal jobban kilóg, mint kilógott Crosby, vagy Ovechkin, vagy Malkin, vagy a régek. Gretzky volt hasonló, de sebességben ezt a gyors ligát is átugorja. De ez egyfajta, ez egy képesség, jól él vele, a másik része hiányzik. Aztán utána ott van ugye az Edmonton mennyire, hogy akkor most jött a Winnipeg, és kisöpörték őket. Az Edmonton bánik a legrosszabban az 1-per-1-esekkel az elmúlt 15 évben szerintem, ebben biztos vagyok. Tehát valami más a probléma, az olyanok fordultak meg Jakubovban, nem is tudom, hogy hokizik-e valahol. Tehát, hogy, de tényleg, meg Hopkins is most talán idén jobb volt, akik jól tudnak választani, mindig ugye szarok, de hogy mégsem tudnak abból építeni valami komolyat. Nyilván nem szarból várat, de az, hogy így kihullani a Winnipeg ellen, aki ugye az én olvasatomban, hogy emlékeztek, Lainerről beszéltünk, ugye, hogy elküldték, elvesztették őt, mert a világ egyik legjobb játékosa, de hogy a játék függőség miatt azt mondták, hogy nem foglalkoznak vele, nem tudnak olyan valakivel mit kezdeni, aki hajnal 4-ig vagy 5-ig játszik, vagy reggel 6-ig, inkább menjen. Hát nem csak, hogy ez a Winnipeg, ez a Scheifele, Wheeler, Ehlers, a másik oldalon ugye van egy Dreisaitl, aki ugye MVP volt tavaly, most is hiszem második lett a pontlistán, a világ legjobb játékosa, mert ő Connor McDavid, akkor ott van az a Puljärvi, aki volt, aztán visszaküldtek, visszament Finnországba, nem érezték, hogy visszajött, nagyon-nagyon jól játszott. Tehát csináltak egy olyan fejnehéz valami sztorit, ami nem is tudom, mi pattan ki a GM fejéből, hogy tök jó, meg itt van egy pár ügyes rác, mert mindenki csinál 100 pontokat, de simán de megsöpörnek. Ketyeg az óra ott azért, tehát Connor McDavid be fogja nyújtani a számlát, vagy egy új szerződés máshol, vagy pedig egy cserekérés. Tulajdonképpen megfogtad a lényeget ezzel, hogy meddig fogja az egója ezt neki engedni, hogy hát klassz, hogy kaptunk egy 4-est. És hogyha az utolsó, mert ha láttatok belőle valamit, nem tudom, láttatok, amikor ugye most kiestek, elment
a madár a szélen, megpróbálta... Húzogatni? Nem, a kék van, a támadó kék, nekem ez egy ilyen veszőparipám edzőként, támadó kéken. Ott korongot veszítesz, biztos, hogy abból az ellenfél helyzetet csinál. Fogta, csúszott, megpróbálta beemelni, levették, egy hosszú passza palánkon, Conor elment, beverte, kész, viszlát, kiestek. És úgy, hogy különben ő az azt csinálta playoff-ban is szinte, amit akart. És nyilván ez ide visszakötöm, amit Baska mondott, hogy valami bent már működhet, hogy mikor lesz az, amikor azt fogja mondani a csávó, nem tudom hány évre van aláírva, nagyon sokra, biztos azt fogja mondani, hogy gyerekek, itt vagy én hagy menjek, vagy történjen valami, mert én nyerni akarok. És ez előbb-utóbb el fog jönni. Ebben biztos vagyok. Olyan korszakos tehetségről beszélünk, most olvastam róla egy cikket, ahol így összemérték, hogy tényleg csak Gretzkivel tudod összemérni, ahogy időarányosan ahol tart a fickó, hogy ilyen tehetséget nem lehet elhertálni. Tehát más nincs, akkor le kell szólni a felső irodából, hogy figyelj, ez ilyen hűtlen kezelés, nem érdemlitek meg, nem tud sokáig, magadnál tartani, főleg úgy, hogy jelesen nagyon legyen annak, hogy lehet eredményes az a csapat a közeljövőben. Ez egy jó megközelítés, ez a hűtlen kezelés. Abszolút. Felelősségre van a hűtlen kezelés, tényleg? De tényleg, meg ilyen kincsel tudod? De hogy neki a sebessége rettenetes. Tehát, hogy ebben a felgyorsult hókiban, amit játszanak, az ő sebességével, meg ez a típusú játékintelligencia, ami van neki, szerintem ez is az, amiből ha ez azzal az alázattal párosul, hogy ő még le tud mondani mondjuk egy-két évig győzelmekről, vagy akár Stanley kupáról azért, mert hogy ő szeretne maradni, azt értem. De azt is tökre értem, és az a másik, hogy ha nem várok ennyit, akkor meg ki az, aki ki fog fizetni érte ennyit? Melyik csapatot tudod elképzelni? Bent a hűtlen nehéz fejjel, mi pedig majd szeretető csapatokkal jövünk vissza az ünnepet követően az NHL-ből. Nem tudom, hogy eldöntöttük-e a szünet előtt, hogy az Edmontont akkor most tulajdonképpen szeretjük-e, vagy sem, amiért így kezeli meg Davidet, meg a csapatot? Azt szeretjük az Edmontont? Én Edmontont nem tudom. Én nyugodtan, mondd ki. Curry, ezek miatt én nagyon szeretem. Tényleg, a csapat. Előbb, ezért a szünetben fáj. Nem ezt mondtam. De nekem ezért fáj. Hűtlen kezelés itt van. Tényleg, hát akkor nem szeretjük. Azt mondtuk, hogy most, nem szeretjük. Most az szegény Ádám, aki egy kérdéssel felvezetett volna egy témát, és utána egy filozófiai vita lett belőle. Ne szarjuk az Edmontot. Azt hittem Ádámot. Én megmondom szintén, hogy nekem már tök emiatt ott a világ legjobb játékos, tök semleges lett. Na mitől lesz viszont szerethető akkor egy csapat anélkül, hogy egyébként szurkolna nekik az ember? Hogyha van valami, nyilván ugye vannak a divat szurkolók, aki nyer, annak szurkolunk. Vagy ha van egy-két olyan extrém figura benne, vagy valami olyan, amit ő szeret. Közeli hozzád. Ez lehet, ami neked tetszik. Mostanában NHL NBA? Lehet emelni szerintem. Én három kategóriába sorolom, hogy mitől lesz, vagy három tényezőhöz kötöm, hogy mitől lesz egy csapat szerethető. Az egyik értelemszerűen a játékosok tudják szerethetővé tenni. Az egyik az, hogy milyen rendszerben játszanak, tehát a maguk a játékuk lehet szerethető, és a harmadik, hogy hogyan alakul ki a csapat, az építkezési módja lehet nagyon szerethető. Úgyhogy nálam most a legszerethetőbb NBA csapat az a Memphis Grizzlies, mert ebben mind a három dolog találkozik. Egyrészt egy nagyon okosan és szépen felépített csapat, tele nagyon fiatal játékosokkal. Múltkor NBA 2K-ban játszottam egy sráccal, és ő volt az ellenfelem, és megbeszéltük, hogy a Grizzlies-zel volt, hogy ők mennyire nehezen jönnek ki az előnyeik egyébként, mert annyira ilyen hajtós játékosok. Nekik hoztam, az a Dallas Mavericks. Mert a Dallas Mavericksnél játszik szerintem az egész liga legszórakoztatóbb játékosa jelenleg, Luka Doncic, aki még párharcban van, mert ugye Steph Curry már kiesett, és jelenleg 2-0-ra vezetnek a Los Angeles Clippers ellen, úgyhogy Los Angelesből hozták el mind a két meccset, és úgy, hogy közben nem játszanak, tehát ha Kristaps Porzingis nem lép pályára, akkor kis túlzással futottak még, nevek veszik őket körbe, és bejutottak a rájátszásba 5. helyen, és 2 ponttal vezetnek, és ott ül kint a nézőtéren Dirk Nowitzki, és ha vége van a meccsnek, akkor Luka Doncic először lepacsizik Patrick Mahomes-szal, és aztán kint a királynak. Úgyhogy a Dallas Mavericks szerintem elképesztően szórakoztató. Mindenki nagyon szépen beáll Luka mögé, Lukáé az arc, Lukáé a nagy képűség, Lukáé a csillogás, a többiek meg tökéletesen teszik a dolgokat, és ott ül a kispadon szerintem az NBA top 3 edzőjéből egy. Úgyhogy nálam a Dallas. Nekem első a Kisvárda,
Mindenképpen. Aztán a Puskás. Nem hagyhatjuk ki. Harmadik a Tampa. Nekem azért a... Biztos, hogy a másik kettőnél jobban hokiznak. Hát Floridában hoki. Miért a... Gondolkodtam a Colorado-n, de elfelejtettem. Hogy gondolkodtam, mindegy. Azt mondtam a Colorado-t, de azért nekem azért lett a Tampa, mert hogy tavaly nyerték, és tele van olyan játékossal, aki... Ott van ez a Stamkos sztori, ez a lábtörései, a sérülése, az egy meccs, akkor gólt lő, odaül a pad végére a kapitány, egy percet nem kap utána. Ott van, ugye Kucserov mondták, hogy biztos, hogy nem játszik idén, 100%, hogy nem lesz, visszatér a playoffra, rögtön nem tudom, csinál akárhány pontot, akkor itt ez a Gronk sztori, hogy össze van kötve az NFL, meg a hoki egy ilyen Tampába, tudod, hogy mi van, és akkor az egész így azt mondom, hogy felépítettek egy olyan történetet, ami oké, nem originál six, meg nyilván nem a hokinak a fellegvára, de amit a Baska mondott, hogy tudatosan megcsinálták azt, hogy a szakma, a marketing, nyilván a város is egy jó hely lehet. Abszolút. Hogy ők ebbe idén nagyot léptek, és nyilván segített az is, hogy tavaly nyertek. Szurkolók is sokat segítenek abban, hogy a csapat népszerű legyen-e vagy sem. Hát ezzel kapcsolatban aztán voltak érdekes történetek itt az utóbbi napokban az NBA-ben. Sajnos szép számmal, ugye Kyrie Irving már előre aggódott attól, hogy mi várhat esetleg rájuk majd Bostonban. Aztán Russell Westbrook is találkozott kukoricával, pedig nem szeretett volna. És azért ezek olyan sztorik, amiktől aztán lehet, hogy csak én szoktam el itt már a közönség nélküli idő miatt, hogy felejtettem, hogy ilyenek lettek volna, de ezek ilyenek az Egyesült Államokból azért ritkán jönnek ki. Most meg, mintha nagyobb lenne a feszültség több helyen is. Russell Westbrookot meg szokták találni. Tehát, hogy ő Utahban például rengeteg közellensége van, ott ugye több nézőt is kitiltottak. Ezt a nézőt is egyébként kitiltották, nézd meg Russell Westbrook, azokon megpróbálod visszafogni oda három ember, az egy három emberes meló. És az van, hogy az emberek, tehát hogy lásd, amikor bejelentették Magyarországon, hogy ki lehet ülni a teraszokra, és aznap este nem lehetett egy tűt lejteni az akvárium környékén, visszajutottak, és jön ki belőlük az, hogy egy éve otthon rohadnak. És megbolondultak New Yorkban, megbolondultak Philadelphiában, és hát most az NBA-nek ki kellett adni egy hivatalos kommunikét, hogy lesznek szívesek a szurkolók egy picit kulturáltabban viselkedni, mert ez egyébként nonsens. És szerintem ugye szokták mondani, Magyarországon van egy ilyen törvény is, hogy a közszereplőnek ugye többet kell elviselnie. Az, hogy leöntenek kukoricával, az nettó megalázó. Tehát hogy szerintem az nonsens. Az, hogy egy néző beszól kintről, és a játékos, tehát Russell Westbrook olyan szinten vamzer, hogy megállítja a játékot, és úgy mutatja, hogy azért a sonkacsosüt szeretném, hogyha elküldenék a kispadról. És akkor utána addig nem áll vissza, és nem, amíg ki nem vezetik, és el nem megy, és vége van. Ékonomeccsek után... Primadonnák ezek. Hoki meccsek után csak itt barátságból szoktak dobálni a szurkolóknak, de nem tudom, hogy volt-e bármi más, ami érkezett a nézőtérre. Most ilyen pénzérben meg ilyen dolgok, az megint másik jellegű történet. Hát a saját pályafutásban a sztoriaim közül sok ilyen van. Ülőt dobtak meg veled? Nem, de telefon, tudod, akkor... Levágott disztó fel, mint. Igen. Fejbe dobtak, álltunk a palánknál, üvöltenek, tudod, hogy meghalsz, meggölök, mint 3 centő, nézze, fontos, fejbe dobtak a telefonnal, aztán egy csapatásom Svaszi mondta, kösz, felhívva a rokonokat Ausztráliába. Az vissza a telefonon, te hogy adom vissza, minek dobtad be? Fogta, jött egy korsó sör. És akkor még a régi időket, amikor telehúgyozták a kulacsokat a nézők, ami kihajtod a kis stadionba. És így. Utána, hogy nem az volt, hogy akkor kiberuhangálsz, amely equipment manager, megszer, mindenkit ott kitetted, oda bementél a szünetbe, esett a hó, értek, sárga hó. Visszamentél 3000 ember, tehát azért ahhoz képest, hogy leöntöttek egy kukoricával, és tehát nyilván ez is egy már más világ van, de hogy egy játékos hogy tudja tűrtőztetni magát, ugye amikor Dominak láttam a bejátszást, az is szerintem Philadelphia volt, hogy a madár oda ment, beesett a plexistől, ez szerintem a... Nézd, milyen? Ez az. Mindjárt átszakad a plexi, megy a hello. Hát és ott kész. És ott a kicsi Albán ott azért nézd, rámér egy négyet. Igen. Ez kicsit olyan, mint amikor a Ryan közlegény megmentésében, amikor megy a lángszor, és mondják, hogy hagyjátok őket égni. Ott azért nem siet senki a szurkoló segítségére. Picit ott megvárjuk, hogy mi történik, aztán majd megyünk. Ezek azért nem is néz ki jól. Ott valami történt. Jó, hagyom. Hát,
ez normális. Ez azt gondolom, hogy teljesen normális. Ha kell menni a pofonni, akkor kell. Az, hogy kijöttek a karanténból a hülyék, tudjuk, baseballba is, hát olyan ütésváltások vannak a Dodgers meccsekben, hogy el sem hiszed. Olyan tiszta jobb horgókat ütnek, hogy és így dőlnek a palik, tényleg. Hát így, szóval lehet, hogy megváltozott minden, de a szurkolói kultúra is. A Covid-nak kevekben lehet, hogy szerepe van. Post-Covid. Biztos. Nem, hanem, hogy kiszabadultak az állatok a ketrecből, tehát, hogy így fog. Kicsit több sört iszok, nagyobb a szám, otthon tudtam dumálni. Ideig maradj otthon, most mehetsz. Volt ebből a szempontból is érdekes történet a Madison Square Gardenben. Volt olyan, ami konkrétan szurkolótól származott, meg aztán olyan is, aminek nem tudom, hogy kiderült, hogy ki volt az értelmű szerzője végül is, de hogy ezek a kiosztott cetlik, ami egészen felháborító, meg nagyon nehezen tudja az ember egyáltalán megemészteni egy ilyen történet, pláne egy olyan helyen, ami az egyetemes sportnak egy ikonikus helyszín, a Madison Square Garden, nem csak az NBA-ben egy nagyon fontos dolog, egy tényleg szentély, és akkor ott megengedik azt maguknak, hogy gyakorlatilag közös bullyingra buzdítanak egy játékos szemben. Egy határig persze érti az ember, hogyha viccelődnek, élcednek, stb., de amikor tényleg azt kírjuk, hogy Trajan kopasz, és akkor erre menjenem, ez mi? Megvan a sztori? Igen, hát hogy igen. Szóval itt két dolog volt, az első meccsnél kezdjük. Ugye Trae Young egy nagy pofájú játékos, de szerintem ezért inkább imádni lehet, mint szídni, mert hogy a teljesítményt is mögé rakja. Az első meccsen már kapásból kapta a fuck Trae Youngot. Ami tök jó, ez a dolga a közönségnek, akár az MSG-ben is. Ha nem tetszik Trae Young, akkor nyomja ezt. Majd Trae Young pontosan ezzel a dobással itt megveri őket, majd azt mondja, hogy hú de csönd van itt, csak beletett egy fucking-t is, és itt mutatja, itt van, nagyon csönd van, és hát kicsit fel hát ki? Spike Lee. Hát azért van, ki, és itt mutatja, ez pedig a Coldot mutatja, és a következő meccsen az egy dolog, és nekem nem tudom, hogy te hogy vagy Vezzelbilt, hogy állsz a köpéssel? Az mindenek az alja, a legalja. Az nálam az mindenek az alja. Tehát én azt nem tudom. Nézd, ott látszik, hogy érkezik a csula. Észre nem veszi, hál' Istennek, vagy szerencsére nem tudom, mi lett volna belőle, de én is azt gondolom, azért mindenki csinálta, hogy látod? Bármit mondhatnának szerintem, hogyha profi sportoló lennék, még akár anyámra, bárkire, a köpésre, fú, azzal nem tudnám, hogy mit kezdjek. Na ez a sztori egyik vége, hogy volt köpködés New Yorkban, ami azért az NBA-ben is nagyon szokatlan és ritka, és a másik papírcetlikben pedig Ádám utalt, hogy a mérkőzés előtt papírcetlik várták a nézőket a Madison Square Gardenben, hogy a mai este közös kántálása az, hogy Trae Young's balding. Tehát nem balding, hanem balding, hogy kopaszodik, mert valóban egyébként ilyen, én azt szoktam mondani, hogy kina szőrhaja van, tehát hogy ilyen fura haja van egyébként. Van ilyen, de... Igen, tehát akinek fölcsúszik a faszőr a fejére, és akkor mondják, hogy ezt nem a New York csinálta. Most mi voltunk egy párszor Amerikában, meg voltunk egy párszor meccsen. Tehát az, amikor átlépsz egy vonalat, akkor három biztonsági őr kérdezi, hogy hello, mi van. Persze. Annak a valószínűsége, hogy te megérkezel 20 000 A4-esen a Kopi Generálból, és elkezdett szétosztani, és senki nem kérdezi, hogy fiatalember, maga mi a lópikulát csinál itt? Az mekkora? Meg az, hogy elolvassa a biztonságíró, és azt mondja, hogy aha, lehet, hogy erről megkérdezni. Tehát az, hogy ezt megcsinálod a Madison Square Gardenben, az lehetetlen. Tehát, hogyha nem is a Knicks szervezte, de az, hogy engedte, és ez vagy ez tudott bullying, róla, és nem arról van szó, hogy Trae Young ezt felveszi, mert Trae Young ezen röhög, valószínűleg. Engem sokat csúfoltak régen, mert én 19 évesen kezdtem el kopaszodni, és a haverjaim szivattak vele, most már mindegyik kopasz, én csak hamarabb elkezdtem. Na, de a Trae Youngot nem érdekli szerintem ez, de milyen üzenet ez, hogy miközben minden arról szól, hogy szálljunk szembe, és a cyberbullying és az iskolákba, hogy egy Madison Square Gardenben ez át tud menni a rostán. Mi zajlik a Madison Square Gardenben, mert ugye pont a napokban jött ki azzal kapcsolatban is hír, az már régi sztori volt, hogy a Charles Oakley-t kitiltották az arénából, mert összekülönbözött a tulajdonosokkal, de állítólag arcfelismerő rendszert akartak beépíteni a biztonsági kamerákba, hogy biztosan kint tudják tartani a csarnokból. Tehát ott azért valakinek nagyon elgurult valamiért nagyon messzire. Ne firtassuk már a főnököd, de igen. Hogy kiről van szó, egy érzéssel. Igen, mert nekem... Hát nem tudom, nekem olyan fura, hogy én a melóhelyemen is, hogyha bemegyek, akkor egy arcfel is perő, méri meg a hőmérsékletemet, és kiírja, hogy ki vagyok, úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban már nincsenek nagyon illúzióim. Szerintem a pályán legyen rend, szerintem a nézőnek az a dolga, hogy időnként legyen paraszt, meg helyezzen nyomást azért a játékosra. Azért veszi a bérletet. Azért veszi a bérletet, hogy Youngnak tudja mondani, hogy magától, vagy a haverját, aki mellette ül, de nem azért, mert egy cetli van a székében. Ne köpködjön, és ne legyen szerve. Ha valaki kitalál valami jót, akkor az én nem is tudom, ez a köpködés sem mi lenne. A hokiba annyi a differencia, hogy nem...
nem tudsz kontaktálni nagyon. Régebben most már azért el vagy zár. Itt a kosárba, hát az első, a legdrágább sorok az első, nem tudom. Hát tényleg ott ül az embernek, ha kicsit beteszi a lábát, egy adás még beszéltünk is róla, hogy véletlenül, hogy rálépnek a lábad, és akkor bocs, ne haragudj, ott volt a lábam. Tehát ott azért mit csinál egy ilyen, akkor nyakon köpnek? Ki, ha most megfordulok, és leverek egy óriási horgot neki, akkor utána biztos, hogy eltiltanak, nem? Na persze, mert hát ugye jön a következő Melisandre de Palace. Hát szóval, és akkor... Ott csőrt dobtak, ugye? Szóval... Itt azért el kell mondani, hogy kitiltották végül is, majdnem azt mondtam, hogy úri embert a csarnokban, de azért nyilván ilyen szavakat ne használjunk vele kapcsolatban, de ennyit megtettek. A kukoricást. Kárder része, nem, a köpködős. A köpködős. De a kukoricást. Kukoricást is, igen. Tehát ennyit azért mindenképpen hozzá kell fűzni ez a történethez, meg ahhoz is hozzá kell fűzni pár dolgot, hogy mi minden vár meg itt a kedves nézőkre a következő napokban, hiszen ugye NBA Playoff ezerrel, nézzük is meg, hogy mi mindent közvetítünk, például a Heat Bucks párharcból a harmadik mérkőzést, amely egyelőre ugye elég egyoldalúnak tűnik, megmutatjuk az MLB alapszakaszában a Houston Astros-t a San Diego Padres ellen, Tatis jöhet megint, és meglátjuk majd, hogy milyen messzire tud ütögetni labdákat, Portland-Denver párharcból is láthatnak majd mérkőzést a hétvégén rögtön az Eliupot követően majd. Ami kimaradt azért. És az Oakland Athletic... Eliup ellen. Az is egy izgalmas mes. Lehetne. Ez nagyon Csabi tudod nézni. Jó, kapunk értet. Twitteren van. Az nem kérdés, hogy nem maradhat ki. Szóval az Oaklandet is mutatjuk majd a hétvégén. Meg a Lakers is volt. És lesz a jövő héten is természetesen Trash Talk, úgyhogy csak addig köszönjük meg az önök figyelmét, számítunk rá jövő héten is. Bill, Baska, Sankó, kösz, hogy itt voltatok. A viszontlátásra. Sziasztok.